Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, stúdiófejlesztés miatt most egy picit rendhagyó módon találkozunk, de ez itt az Új Világ Rend utolsó adása ebben az évben, és nagy tisztelettel köszöntöm állandó vendégünket, Bernek Ágnest, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ geopolitikai kutatócsoportjának vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és én is nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Nagyon köszönöm a rugalmasságát, hogy ilyen módon is meg tudjuk ezt a műsort csinálni, ugyanis elég fontos kérdésekről fogunk beszélni ma is. Mondhatnánk azt összefoglaló módon, hogy Putyin útjairól, Vladimir Putyin útjairól, de azért is sokkal többről is szó lesz. Arról beszéltünk egy másik műsor keretében, de nagyon röviden, hogy Vladimir Putyin december elején, pontosabban 6-án, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába utazott. Azért is kapta fel a média egyébként ezt a hírt, mert hogy Vlagyimir Putyin, amióta kitört az ukrán háború, nem sok helyre utazik el, ide mégis ellátogatott, és ugye, ami nyilván a hírolvasóknak a figyelmét nagyon felkeltette, hogy vadászbombázók kísérték a gépét, hogy miről is volt itt szó egyáltalán, miért fontos Oroszországnak ez a térség, és mi a jelentősége ennek a találkozónak, erről szeretném először kérdezni. Ha az a kérdés, hogy miért ment el, és pontosabban a látogatását 6-án miért az Egyesült Arab Emírségekbe kezdte, erre általában a biztonságpolitikai szakértők azt szokták mondani, mert megmutatta a világnak azt, hogy fogadják valahol. Megmutatta a világnak azt, hogy Oroszországot elhagyva is számíthat szövetségesekre. Én viszont ennek a gazdasági hátterét szeretném felvázolni, ugyanis nagyon-nagyon fontos az, hogyha a közel-keleti térséget megnézzük, hogy mely ország Oroszország legfontosabb külkereskedelmi partnere, az mi megdöbbentő módon maga az Egyesült Arab Emírségek. Oroszország az összes közel-keleti országgal lefolytatott külkereskedelmi kapcsolatának körülbelül egy olyan 40%-át, vagy az is lehet, hogy 50%-át, az kizárólag az emírségekkel bonyolítja le. Na most, ha persze az a kérdés, hogy maga az emírségek mitől ennyire fontos, ez egy nagyon nagy vita most, hogy mit nevezünk nagy hatalomnak. A Geopolitika Mindenkinek című műsorban pontosan arról beszélgettünk, hogy mi egy nagyhatalmi létnek, milyen kritériumai vannak. Beszélgettünk arról, hogy ki ellén, hogyan definiált, hogy mi a nagyhatalom. A terület, a népesség, a gazdasági erő, a szociális struktúra vagy a kormányzati erő. Ha azt kérdeznénk, hogy az emírségek nagyhatalom-e, akkor azt kell, hogy mondjam, bizonyos szempontból az, nem éppen a hagyományos mutatók alapján, hanem nagyon-nagyon-nagyon tudatos külgazdasági és külpolitikát folytat ebben a jelenleg kormálódó többpólusú világban. Szerintem, ami miatt az emírségek Oroszország számára és minden ország számára kiemelten fontos, az, hogy az emírségek nem köteleződik el egyik irányba sem, nem foglal általában állást, nem tudjuk meg például azt, hogy bizonyos nagy világpolitikai eseményről, mint például az Izrael és a Hamas konfrontációja vagy háborúja, mi a véleménye, mert pontosan egy nagyon-nagyon tudatos, kiegyensúlyozó külpolitikát folytat annak érdekében, hogy mindegyik ország számára egy maximálisan megbízható ország legyen. Hiszen az emírségeknek szerintem az egyik legfontosabb húzóágazat a gazdasági nyelven szólva az, hogy jelenleg Dubaj kiemelt pénzügyi és üzleti központ. Senki nem gondolta volna korábban Dubajról, ami a 70-es években egy kis halászkikötő volt, hogy el tudják érni azt nagyon-nagyon tudatos fejlesztéssel, hogy jelenleg például a világnak körülbelül a 15. legnagyobb pénzügyi központja, és elképzelhető, hogy ez az első 10 közé is be fog kerülni. Ez egy nagyon-nagyon fontos elem, és a másik nagyon-nagyon fontos elem, hogy az emírségek bár maga hatalmas, mint az öbölmenti országok többsége, nagyon jelentős kőolaj és földgázlelőhelyekkel rendelkezik, de ugyanakkor nagyon tudatos technológiai fejlesztésekbe kezdett, és ezek a technológiai fejlesztések például kiemelten a zöld technológiára, vagy például a fosszilis tüzelőanyagok utáni korszakra vonatkozik. Ez egy nagyon-nagyon fontos elem. És még valami, ami úgy gondolom, hogy az emírségeknek egy kiemelt szerepet ebben a jelenlegi világgazdaságban, az pedig az, hogy a kőolaj és a földgázból eladásból származó pénzt nagyon-nagyon tudatosan használták fel arra, hogy nagyon sok, hát angol nyelven szólva, sovereign wealth found,
úgy szoktuk lefordítani, hogy szuverén befektetési alap, de ez állami tulajdonú befektetési alapokat jelent, amelyek hatalmas nagy vagyon felett gazdálkodnak, és hatalmas nagy befektetéseket eszközölnek a világszinten. Ezek azok a tényezők, amelyek önmagában is az emírségeket fontossá teszik ebben a jelenlegi világban, de hát Oroszország számára a jelentősége pontosan azért nő meg, mert ugye a háború révén olyan mértékű embargós hatások érik már ugye Oroszországot, olyan mértékű az embargó Oroszországgal szemben, hogy Oroszország is megtalálta végül is az emírségekbe, és kiemelten Dubajba azt a földrajzi helyet, ami Oroszországnak, hát hogy is mondjuk, egy ismételt világgazdasági szerepkörválasztás, egy világgazdasági pozíciót adna. Például nagyon-nagyon fontos kiemelni azt, hogy nagyon-nagyon sok orosz telepített vállalkozás, létrehozott vállalkozást az emírségekbe, amire meg lehet kérdezni, hogy miért, de hát elsőlegesen azért, mert ugye az embargó révén, a szankciók révén bizonyos pénzügyi vagy szolgáltatási tevékenységet Oroszországból nem lehet elvégezni világszinten, így Dubajba fognak létrehozni egy vállalkozást, amely aztán majd világszintű üzleti tevékenységet bonyolíthat le. Ez az egyik nagyon fontos elem. A másik az, hogy a Dubai pénzügyi központ elismerte a kifejezetten az orosz pénzügyi elszámolási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy eredmény, hogy így már Dubajban sincs a Switch rendszerhez kötve, ahonnan leválasztották az orosz bankokat. És a harmadik, ami megadja azt, hogy a 2022-ben megkezdődött háború teljesen még inkább megnövelte Oroszország és az Emirátusok szerepkörét, az pedig az, hogy jelenleg, hogyha megnézzük, hogy mi az Emirátusoknak a legfontosabb exportkiviteli cikke Oroszországba, azok pontosan azok az elektronikai cikkek, amelyet egyébként Oroszország nem szerezhet be a világpiacról a különböző szankciók miatt, és ez egy úgynevezett reexport, vagy közvetítő kereskedelem formájában érkezik be így az Arab Emirátusokból Oroszországba. Ez egy bizonyított tény, hogy például a mikrocsippek az egyik legfontosabb elem, ami így nagy részt közvetítő kereskedelem révén, az Emirátusok közvetítő kereskedelme révén beérkezhet Oroszországba. És a hatodikának egyébként van még, úgy gondolom, egy nagyon-nagyon fontos vonása. Általában az elemzők azt emelték ki, hogy Abu Dhabiban megérkezik, ugye a fővárosra megérkezik Putyin, de ugyanakkor Dubajban tartották éppen ugye a konferenciát, tehát azt a konferenciát, ami azzal foglalkozott, hogy például a globális felmelegedés ellen hogyan, milyen nemzetközi egyezményeket lehetne kötni. De ugyanakkor december 6-án még valamit nyilvánosságra hoztak, ez pedig az, hogy a G7-ek megerősítették azt, hogy újabb szankciókat kezdenek meg Oroszországgal szemben, és ezek a szankciók, ezek az Oroszországból érkező gyémántra fognak szólni. Na most miért van ennek jelentősége? Azért, mert jelenleg Oroszország a világ legnagyobb gyémánt termelő és exportáló országa. Hát például Zelenszkij mondta azt korábban egy Európai Uniós fórumon, hogy nagyon sok európai vezető számára az oroszoknak a véres gyémántja az fontosabb, mint hogy például megnézzék azt, hogy az oroszok milyen háborús bűncselekményeket követtek el Ukrajnában. Ez a véres gyémánt, ezt biztos talán a nézők és a hallgatók is látták, ezt körülbelül egy olyan pár évtizeddel ezelőtt készült fel, film, amely a Libériában lévő gyémántbányászatról szól, és arról szól, hogy a gyémántot illegális módon jutnak hozzá, és ezt utána majd különböző katonai és a például a terrorista szervezeteknek a fegyverkezésére és az anyagi ellátására fordítják. Ez az, hogy szankciót hirdetnek az orosz gyémánttal szemben, Oroszország számára pedig ez egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú tényező, ugyanis korábban az orosz gyémánt kivitelnek a legnagyobb része az Antwerpenbe ment, hiszen a belgiumi Antwerpenben található a világ legnagyobb gyémánt feldolgozó helye, és ugyanakkor a világnak a legfontosabb gyémánt tőzsdéje is. Az igazság az, hogy azért korábban már az oroszok ezt elkezdték leépíteni, mert korábban az orosz gyémánt kivitelnek körülbelül 40% az egyedül Antwerpenbe ment, és mivel már a Krím-félsziget orosz annektációja után már látható volt, hogy különböző szankciók lesznek, így Oroszország újabb és újabb irányokat keresett a gyémánt kivitelre. A világon Antwerpenen kívül még három nagy gyémánt feldolgozó hely van, az egyik az Tel Avivban van, de hát ugye pontosan annak révén, a jelenlegi ugye Izrael-Hamas háború révén, hogy Izrael teljes egészében elköteleződött az Amerikai Egyesült Államok mellett, illetve fordítva, ez nyilván van Oroszország számára nem alternatíva, hogy ide viszi ki a gyémántot. A másik nagyon-nagyon fontos, ez Indiában van, ez Mumbai-tól északra található, ott hozták létre, most még egy újabb nagy gyémánt feldolgozó üzemet építettek, és egyébként a negyedik legfontosabb található Dubajban,
Tehát amikor az a kérdés, hogy miért megy el az Egyesült Arab Emírségekbe, megítélésem szerint, ez csak az én feltételezésem, hiszen erről a közös sajtótájékoztatón egyáltalán nem esett szó, valószínűleg pontosan azért, hogy egy biztos piacot akarjon találni az orosz gyémánnak. Egyébként Oroszország legfontosabb gyémánt termelő vállalat az Arroza. Korábban itt is egy nagyon nagy verseny volt, mert korábban a Debirs volt a világ legfontosabb gyémánt termelő vállalata. A Debirs az pedig egy nagyon-nagyon híres cég, ugyanis még Viktória királynő idejében hozták létre, hát kifejezetten a dél-afrikai gyémánt bányászatra, hiszen ekkor messze a Dél-Afrika volt a világ legfontosabb gyémánt termelő országa. Nagyon érdekes, hogy kettős központja van. Az egyik központja van a Dél-Afrikai Köztársaságban a Debirsnek, a másik egyébként Londonban van, ugyanúgy a régi Old Bond Street-en, mint ahogy ezt Viktória királynő idejében létrehozták. Jelenleg egyébként a Debirsnek a legnagyobb ékszer gyémánt bányája, az a Botswanában található, de most már az Arróza révén, az Arrózának az egyik legfontosabb gyémántbányai az Arhangelszk közelében van, a másikat pedig Jakut földön. Most már sikerült elérni azt, hogy Oroszország lett a világ legnagyobb gyémánttermelős exportáló országa, de hát ugye mivel tudjuk azt, hogy egy vállalatnak milyen a tulajdon viszonya, ezt messze nem annyira egyszerű megmondani, egészen döbbenetes az, hogy a Debirsben jelenleg ez a legutolsó információ, körülbelül tulajdoni jogát vagy összetételt nézzük, az már 30%-ban Oroszország tulajdona, nem konkrétan a federációi orosz állampolgároké. Tehát itt egy nagyon-nagyon nagy harc megy, és éppen ezért úgy gondolom, ez nagyon fontos elem. Egyébként is minden egyes statisztikai forrás szerint Oroszországnak az Emirátusokba irányuló exportjának körülbelül 40%-át egyedül a gyémánt teszi ki, és az, ami visszamegy az Emirátusokba Oroszországba, ennek az 50-60%-át az elektronikus eszközök. Úgyhogy az is elképzelhető, hogy ez valahol ez egy barterüzletnek minősül, elképzelhető, hogy nem, ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de az Emirátusok úgy gondolom egy fantasztikus lehetőség most Oroszországnak arra, hogy világgazdasági pozíciókat kaphat. Hát például elhangzott a sajtótájékoztatón, a közös sajtótájékoztatón, hogy például 2022-ben körülbelül 1,2 millió fő orosz fő látogatott az Egyesült Emírségekbe. Ennek egy nagyon nagy része le is telepedett, nagyon nagy része ingatlant is vett, nagyon-nagyon ahogy korábban például Londonban szárnyaltak azok az ingatlan közvetítők, amelyek az oroszoknak közvetítettek ingatlanokat, most például Dubajban létrehozni ilyen nagy ingatlan közvetítő cégeket, amelyek kifejezetten az oroszoknak hoznak létre. Ez egy nagyon nagy üzlet, meg is néztem tegnap egyébként a honlapon. Több ilyen hát lakónegyed is van, például ez is a neve orosz angolul, hogy Russian Cluster, tehát ami már eleve az oroszoknak kínálnak ingatlanokat. Akkor például szerintem egyáltalán nem köztudott az, hogy Dubajban létezik orosz iskola, ahol oroszul tanítanak, orosz tanterv alapján, ez nagyon-nagyon fontos, tehát aki itt megkapja a végzettséget, azt utána Oroszországban is elfogadják, arról meg nem is beszélve, hogy orosz ortodox templom is van, amit egyébként maga Kirill pátriárka adott át, úgyhogy úgy gondolom, hogy Dubaj és maga itt tágabb értelemben az Emirátusok, hát Oroszország számára gyakorlatilag a abszolút világgazdasági stratégiai földrajzi helye, úgyhogy nem véletlenül Vladimir Putyin itt kezdte a látogatást. Ha jól értettem, akkor a gyémántra kivetett embargó az ugye a nyugati szankciókhoz köthető. De hát ugye, ahogy látjuk, meg amiről mi is beszélünk itt hétről hétre, a világ nem csak a nyugat, vagy a nyugat nem az egész világ. Tehát ezeket a gyémántokat gondolom, hogy egyébként meg fogják vásárolni akár a kínaiak, az indiai gazdag emberek, akár Dél-Amerikából és más egyéb helyekről. Ez teljesen jogos felvetés, teljesen jogos felvetés. Ez az embargó egyébként még súlyosabb lesz, mert a G7-ek azt akarják bevezetni, hogy szeptember 1-től létezni fog az úgynevezett követési rendszer, tehát meg lesz az, hogy adott kő pontosan honnan származott, és azt akarják elérni, hogyha ez orosz eredete van ennek a kőnek, akkor ezt a kőt ezt semmilyen formában ne használják föl. Hát, hogy valószínűleg rá akarják majd kényszeríteni a világ többi részére is ezt az orosz gyémánttal szembeni embargót, ezt onnan lehet következtetni, hogy van külön úgynevezett világgyémánt tanács, és az a világgyémánt tanács, ez 6-án a honlapjára föl is tette,
hogy teljes egészében egyetért a G7-es iránymutatással. Korábban is volt egy iránymutatás, az az úgynevezett Kimberley folyamat, ugye Kimberley, ahol az egyik legnagyobb gyémántbánya volt a Dél-Afrikai Köztársaságban, és már ennek révén is elkezdték azt, hogy amennyiben bizonyított tény, hogy illegális úton szerezték a gyémántot, és azt például katonai finanszírozásra használják föl, akkor az tilosnak minősül. De igen, ez egy nagyon nagy kérdés, hogy bár minden előírás van rá, meg szankció van rá, valójában be fogják-e tartani? Hát Tel Avivban valószínűleg igen. Ha az a kérdés, hogy Indiában be fogják-e ezt tartani, hiszen India becslések szerint a gyakorlatilag India jelenleg a világ legnagyobb gyémánt feldolgozó helye, ez most egy nagy kérdés, mert ugye Indiát meg akarja nyerni magának egyértelműen a nyugat. Hát látható az, hogy több nagy nemzetközi szervezet élére indiai származású embert neveztek ki, vagy például, hogy a pontosan az egyik adásra beszélgettünk ugye a múltkor arról, hogy a övezetés az út, és hogy a nyugatnak milyen alternatív javaslatai vannak. Hát az Európai Unió az alá is ír egy új közlekedési folyosó kiépítéséről szóló szerződést Indiával, ami hát a perzsa arab öbölön menne át. Hát most kérdés nem csak az, hogy az Egyesült Arab Emírségek, hogy az előbb mondtam, nem fog egyik oldalra sem állni, de hát ez nagyon nagy kérdés, hogy például Szaúd-Arábia, amely újra diverzifikálni akarja a saját külpolitikáját, az el fogja köteleződni a nyugat mellett, vagy nem. De hát azáltal, hogy Vladimir Putyin elment Szaúd-Arábiába is, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy Szaúd-Arábia határozottan a nyugattól, és különösen az Amerikai Egyesült Államoktól való függőséget csökkenteni akarja. Szaúd-Arábiára mindjárt rá is térhetünk, de még ezért Indiánál itt egy keresztkérdés. Tehát ugye Indiának a nyugattal való viszonya nem annyira egyértelmű. Hát most lehetett hallani olyan híreket, hogy akár Kanada, akár az, talán az Egyesült Államok, de most ebben nem vagyok biztos, hogy javítson ki, ha jobban tudja. Ugye Indiának a kormánya gyilkossággal vádolta, hogy bizonyos külföldi helyeken gyilkosságokat követtek el, ilyen lázadók ellen, akik elmenekültek Indiából, és azért ez egy nagyon komoly diplomáciai vihart kavart. Természetesen nem tudjuk most egyértelműen megmondani azt, hogy India milyen irányú elköteleződése lesz. Hát nem szabad elfelejtkezni arról, hogy India a BRICS-nek a tagja, India a Shanghai együttműködésnek a tagja. De ugyanakkor Indiának nagyon-nagyon sok konfrontációja van Kínával, határkonfrontációja van Kínával, és hogyha az a kérdés, hogy a nyugat számára mi a cél, hogyan lehet megakadályozni például azt, hogy a BRICS tagországoknak egyre fontosabb szerepe legyen, akkor, hogyha az a kérdés, hogy melyik ország az, amit a nyugat meg tud nyerni még magának, akkor az talán India. De hát ezért nagyon lényeges, hogy a BRICS országoknak egy további bővítési folyamata lesz, és pontosan a közel-keleti országokból abba a két országba ment el Vladimir Putyin, az Emirátusokba, illetve a Szaúd-Arábiába, ami tagja lesz a BRICS-nek, tehát ez egy bővítés. Hát ő Iránba is el akart menni, de aztán valószínűleg a diplomácia egyeztetések révén mégiscsak úgy döntöttek, hogy 7-én majd maga az iráni elnök érkezett meg Moszkvába. Akkor Szaúd-Arábiáról, akinek szintén az álláspontja és az, hogy hova is húz, inkább egy picit, mintha bonyolult kérdés lenne, tehát nem annyira egyértelmű. Gondolok itt arra, hogy az izraeli háború előtt, mielőtt kitört, ugye azelőtt lett volna egy ilyen békekötésszerűség, egy ilyen komolyabb megállapodás Izraellel, ugye ezt húzta keresztbe maga ez az egész háború. Azt látjuk, hogy Amerikától távolodik Szaúd-Arábia, és most ezzel a putyini látogatással tisztább a kép, jobban látjuk, hogy végül is hova teszi le a voksát, vagy ő még próbál lavírozni, hogy mindenkivel jobban legyen. Diversifikálni akarja maga Szaúd-Arábiát. Tehát Szaúd-Arábiát regionális hatalomként is szoktuk mondani, vagy másképpen fordító államnak is szoktuk mondani, és én úgy gondolom, hogy diversifikálni akarja maga Szaúd-Arábia is a külpolitikai stratégiáját, tehát sokkal inkább önálló útra törekszik. Hát ugye az úgynevezett Saudi Vision 2030-ban, pedig ez a gyakorlatilag a koronahárceg által előterjesztett hatalmas nagyértékű, hogy hogyan képzelik el Szaúd-Arábia szerepét 2030-ra, ez nagyon-nagyon határozottan benne van, hogy Szaúd-Arábiának sokkal inkább egy önálló külgazdaság és külpolitikát kell folytatni. De Szaúd-Arábiának egyébként az Amerikai Egyesült Államokhoz fűződő viszonya, ezért az az utóbbi évtizedekben soha nem volt egyértelmű. Hát szeptember 11-e után ugye megromlik Szaúd-Arábia és az Amerikai Egyesült Államok viszonya, az Amerikai Egyesült Államok megvádolja Szaúd-Arábiát, és azt mondta, hogy Szaúd-Arábia finanszírozta terroristákat. Való igaz, hogy Osama Bin Laden ez egy szaúdi milliárdos családba született,
Tehát nagyon-nagyon sok eleme van. De egyébként Vladimir Putyinnak már sokkal korábban volt egy nagyon-nagyon híres látogatás a Szaúd-Arábiába, még a korábbi királynál, nem a Szálmán királynál, akinek ugye a fia a trónörökös, és gyakorlatilag őt látogatta meg, a korábbi királynál 2007-ben, amikor szerintem nagyon jól kihasználta, nagyon jól meglátta Oroszország azt, hogy egy nagyon erős törés van az Amerikai Egyesült Államok és Szaúd-Arábia között, és akkor már 2007-ben Vladimir Putyinnak ez egy nagyon-nagyon híres látogatása volt Szaúd-Arábiába. Állítólag itt hangzott el, amikor ugye azt mondta, hogy mikor fogja átlépni a kőolajbarelenkénti ára a 100 dolláros államhatár, hiszen ennek a látogatásnak a jelentősége az volt, hogy akkor Szaúd-Arábia volt a világ legnagyobb kőolajtermelő és exportáló országa, Oroszország volt a második legnagyobb termelő és exportáló, tehát a világ második legnagyobb termelő és exportáló országa meglátogatta a világ legnagyobb termelő és exportáló országát. Ugye, ami miatt mert megbomlott itt a trónöröklési sorrend, mert a trónörökös, a korábbi királynak a trónörököse, aki viszont látogatást tett egyébként Moszkvába Vladimir Putyinnál, az a korábbi trónörökös hirtelen szívelégtelenségben meghalt, ezt a mai napig nem tudjuk megmondani, hogy mi ennek az oka. Hát nyilván ekkor persze természetesen vannak találgatások, hogy milyen módon alakulhatott, milyen módon nem, de megbomlott a trónörökési sorrend, és Szálmán király a leleli király. A Szálmán király egyébként nagyon beteg. Többször volt sztrókja, minden más hasonló, és éppen ezért kinevezte a fiát trónörökösnek, úgyhogy gyakorlatilag a trónörökös az, aki egyszerűen miniszterelnök, aki jelenleg az ország ügyeit maximálisan viszi. Jelenleg annyi a változás, hogy jelenleg Barack Obama energiapolitikája révén az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb kőolajkitermelő és földgáztermelő országa, de ugyanakkor Szaúd-Arábia a világ legnagyobb kőolajexportáló országa, és Oroszország a második, és bár ugyan Oroszország nem tagja az OPEC szervezetnek, de most létrehozták az OPEC Plus, hát gyakorlatilag az egy ilyen árkartelnek a kibővítése, hova nagyon sok, például Mexikó is csatlakozott hozzá, Oroszország is természetesen csatlakozott hozzá, tehát ez egy nagyon mértékű árkartelt jelent, úgyhogy jelenleg azt kell, hogy mondjuk a kőolaj világpiacán az árak alakítása terén egyre inkább határozottabb az együttműködés. Hát ugye az OPEC országok hivatalosan is jelezték azt, hogy csökkentik a termelést, ez volt az októberi hír, annak érdekében, hogy ezáltal az ár magasabb legyen. Tegnap éppen a Brent olaj barelenkénti ára az kb. 73 dolláron állt. Ez még azért nem annyi, ami hát ugye az orosz költségvetésnek, ami gyakorlatilag 70-80%-a lényegében a kőolaj és a földgáz világpiaci eladásától függ, és a földgáz világpiaci árhoz, a kőolaj világpiaci árához van kötve, ráadásul. Tehát nyilván az orosz költségvetésnek jobb lenne egy magasabb ár, de azért én úgy gondolom, hogy egy ilyen 70 vagy 80 dolláros világpiaci ár is nagyon kedvező lenne. De egyébként az a kérdés, hogy mivel kereskedik Szaúd-Arábia és Oroszország, a kétoldalú kereskedelem mértéke nagyon minimális. Nagyon érdekes, hogy a látogatás után ki is adtak egy közös sajtónyilatkozatot, ami nagyon-nagyon hát hosszú volt a tekintetben, hogy milyen további együttműködéseket szeretnének. Szaúd-Arábia például olyan vegyipari anyagokat exportál Oroszországba, ami a kőolajfinomításhoz vagy tágabb értelemben a petrolkémiához kell. De Oroszország, amit exportál Szaúd-Arábiába, az pedig elsődlegesen élelmiszer. A kivitelnek gyakorlatilag a 70%-át azt az orosz gabona teszi ki, hiszen tudjuk azt, hogy Oroszország a világ legnagyobb búza exportáló ország, úgyhogy ezt teszi ki. Bár mivel, hogy most már jelentősen fejlődik az orosz élelmiszeripar, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés most, hát ugye egyre több minőségibb orosz élelmiszer is beérkezik a szaudi piacra, például az egyik nagy siker az volt, hogy hatalmas mértékben tudtak eladni abszolút prémium sajtokat, oroszországi sajtokat, és az, hogy miért fontos az orosz mezőgazdaság, hát talán a nézők és a hallgatók ugye emlékeznek arra, amikor ugye arról beszélgettünk, hogy ki lehet Vladimir Putyin utódja, és akkor mondtam, hogy az egyik valószínű utóbb, ugye az a Nyikolaj Petrusevnek a fia, aki jelenleg nem más, mint az orosz mezőgazdasági miniszter. Mindjárt beszélünk még a többi közel-keleti országgal kapcsolatos útról is, amelyet Vladimir Putyin megejtett, vagy akiket fogadott, de előtte még egy ilyen átfogó kérdést hagyd tegyek fel, hogy látszik-e az a jelenlegi utakból, azokból a zárónyilatkozatokból, meg ami egyáltalán kikerül meg, amit megtudunk, hogy Vladimir Putyinnak milyen
közel-kelet stratégiája van, vagy politikája van, és készült-e ő arra, hogy neki a közel-keleti országokkal szorosabb viszonyt kell majd ápolnia, hiszen azt látjuk, hogy azért valószínűleg számíthattak arra az oroszok, hogy az Ukrajnában történtek után szankciók fognak következni, még ha nem is tudták pontosan, hogy milyenek, és milyen hatásúak, és akár lehet, hogy a gyémánt még itt váratlanul is érte őket, de készültek erre, és ez látszik ezekben az utakban. Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tudatos készülés megkezdődött, és ez nem most kezdődött meg, ez a tudatos készülés. Ez már 2014 március, ugye ez a fordítópont, amikor az oroszok elfoglalják a Krím-félszigetet. Ezután már ez nagyon-nagyon tudatosan megkezdődött, hogy hogyan tud Oroszország új szövetségeket szerezni. És tudatosan megkezdődött az, hogy az új orosz érdekszférát, hát elsődlegesen gazdasági értelemben hogyan, milyen módon lehet kialakítani. És most azáltal, hogy gyakorlatilag egy gazdasági vasfüggönyt eresztett le a nyugat gyakorlatilag Oroszországba szemben, most ugye az a nagyon nagy kérdés, hogy Oroszország a gazdasági érdekszféráját milyen irányba tudja kialakítani. Ha az a kérdés, hogy milyen lesz ez a többpólusú világ, akkor ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye a teljes egyértelmű ugye az angolszász világgazdaság és világpolitikai rendszer, alakul egy Kína központú, mondjuk így tágabb értelemben, egy ázsiai pénzügyi gazdasági rendszer, Kína, Kelet-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia révén, de hát ugye a nagyon nagy kérdés az a kettő közötti terület, és én úgy gondolom, hogy Oroszország számára pontosan ez most a fő irány, ez a fő gyakorlatilag új gazdasági érdekszféra kiterjesztés, ami nem csak Közép-Ázsiára vonatkozik, hiszen ugye ez hagyományosan ugye a szovjet múlt révén ez az orosz érdekszférához tartozik, hanem kiemelten fontos Irán, ugye ezért nagyon-nagyon fontos, hogy 7-én megérkezett az iráni miniszterelnök Moszkvába. És Irán ugye az a fő stratégiai hely, amelynek egyszerre van Kaszpi-tengeri partvidéke, és a Bandar-Abbasi kikötő, ami a legfontosabb iráni hadi kikötő és kereskedelmi kikötő a Perzsa-öbölben. Gyakorlatilag ez lesz a lényeg, hiszen Iránon keresztül így Oroszország egy teljesen új közel-keleti stratégiát tud kidolgozni. Ezért nagyon fontos az észak-déli közlekedési folyosó. Az észak-déli közlekedési folyosó kiépítéséről 2002-ben már megállapodott Oroszország, Irán és India, az, hogy gyakorlatilag kiépítik a legrövidebb gyakorlatilag összeköttetési útvonalat, hát úgy kell elképzelni, hogy ha Mumbai-ból elindulunk, akkor még hajóra kell szállni, de elmegyünk csak az iráni Bandar-Abbasi kikötőig. Itten már Irán nagyon nagy mértékben építi az észak-déli közlekedési folyosónak azt a részét, ami a Perzsa-öbölt és a Kaszpi-tengert összeköti a legrövidebb szárazföldi útvonalon. Innen utána két lehetőség van, vagy a Kaszpi-tenger körül is építik a vasúti és közúti pályákat, vagy áthajóznak a Kaszpi-tengeren, megérkeznek az Asztrahányi kikötőbe, és az Asztrahányi kikötőbe jelenleg Oroszország már építi a gyorsforgalmi vasutat, és a gyorsforgalmi vasút mellett a vadonatúj áruszállítási vasúti pályát, ami közvetlenül Egészen-Szentpétervárig megy. Itt 2022-ben, pontosan a háború révén és a szankciók révén végigment már a legelső tesztvonat, úgyhogy a pálya már jelenleg abban az állapotban van, hogyha még nincs is menetrend szerinti vasúti összeköttetés, de gyakorlatilag minden adva van ehhez. Korábban ez a rész teljesen hiányzott. Ezt emelte ki egyébként az Egyesült Arab Emirátusokban is Vladimir Putin, most először az infrastruktúrális lehetőségek rendelkezésre állnak a tekintetben, hogy közvetlen összeköttetésünk legyen. Hát ugye ezért nagy kérdés, hogy India milyen irányba fog elköteleződni, vagy el fog-e köteleződni egyáltalán, és nem is beszél, hogy az egyik múltkori adásban pedig beszéltünk Oroszország-Afrika stratégiájáról, pontosan az Afrika stratégiának itt lesz a jelentősége, hiszen a közel-keleten keresztül így Oroszország, például beszélgettünk ugye arról, hogy Dél-Szudánnak az elnöke ugye megérkezett Vladimir Putyinhoz, egyre inkább gyakorlatilag egy Afrika stratégiát tud kialakítani. És hogyha az a kérdés, hogy ezt tágabb értelemben nézzük geopolitikai szinten, geopolitika mindenkinek adásban szó volt, ugye Helford Mackinderről és világhíres fogalmáról, nem csak az Eurázsiáról, hanem a világszigetről, hanem a világsziget az Eurázsia és Afrika együttesét jelenti. Én úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy most mi Oroszország geostratégiája, akkor ez sokkal inkább már a világsziget, tehát egy vadonatúj Közép-Ázsián, Iránon keresztül átmenő közel-kelet és Afrika stratégiát jelent. Tehát ez tökéletesen jól beleillik egyébként éppen ezért Vlagyimir Putyinnak a látogatásába, de hát azért el kell, hogy mondjuk, hogy Szergej Lavrov, Oroszország külügyminiszter is fantasztikusan aktív, tehát Szergej Lavrovnak nagyon-nagyon sok közel-keleti és afrikai utazása volt az elmúltban, ami tökéletesen megalapozta azt,
majd aztán a legmagasabb szintű diplomáciai látogatásra sor kerül. Még egy pár szót azért Szaúd-Arábiáról. Itt eszembe jutott az, hogy arról beszéltünk, hogy Oroszországnak miért fontos Szaúd-Arábia, de mennyire fáj Amerikának, hogy ezt a szövetségest esetleg elveszítheti, és elvesztést jelente teljes mértékben, hogyha Oroszországgal közelebbi viszonyba kerül Szaúd-Arábia. Már csak azért is, mert majd mindjárt Iránról fogunk beszélni, és ugye Amerikának éppen Irán miatt volt részben fontos a szaúdi szövetség. Természetesen, az Amerikai Egyesült Államok számára ez egy nagyon nagy fájó pont. Ez pontosan így van. Szaúd-Arábiát ezért is szoktuk nevezni fordító országnak. Most, hogyha az a kérdés, hogy mi Szaúd-Arábia jelentősége a világban, nem lehet csak leszűkíteni a kőolajra és a földgázra. Amit nagyon-nagyon fontos kiemelni azt, hogy Szaúd-Arábiában pontosan a kőolaj és a földgáz exportból származó hatalmas nagy vagyont, amit felhalmoztak, ennek milyen szerepe van világszinten. Hát ezért van az, hogy nagyon nagy, szintén Szaúd-Arábiában nagyon-nagyon sok technológiai fejlesztés van. Vadonatúj okos városokat hoznak létre, átadták Mekka és Medina között az első gyorsforgalmi vasutat, ami 200 kilométeres sebességgel gyakorlatilag az arándokokat viszi az egyik városból a másikból. A Vörös-tenger partvidékét, ezt most nagyon-nagyon megerősítették Szaúd-Arábiába. Itt is vadonatúj repülőteret hoztak létre, de a nagyon nagy kérdés, hogy maga Szaúd-Arábiának, és különösen a szaudi királyi háznak, hiszen azt nem tudjuk megmondani, hogy a szaudi királyi háznak a vagyona mekkora, ugye ezt abszolút nem tudjuk, pedig valószínűleg a leggazdagabb királyi házról beszélünk, hogy ennek a vagyonnak milyen szintű szerepe van. Hova érkezik például a szaudi működőtőke befektetés, hogy a szaudi bankoknak milyen szerepe van világszinten, arról pedig nem szabad elfeledkezni, hogy az iszlám bankrendszernek a kiemelt központja van Riádban. Tehát ez is nagy kérdés, hogy az iszlám bankrendszer által kezelt pénznek aztán milyen szerepe lesz, ennek aztán milyen világgazdasági fontossága lesz. Tehát Szaúd-Arábia ezért egy fordító állam, mert Szaúd-Arábia gyakorlatilag pénzügyi, anyagi lehetőségek terén most teljes egészében azt a koncepciót, hogy diverzifikálja a külpolitikai kapcsolatait, és ennek révén sokkal nagyobb önállóságra törekszik, és hogy a közel-kelet regionális hatalmi egyezt meg tudja valósítani, de szerintem Oroszország számára pedig kiemelt jelentősége van, ugye, hogy a kínai diplomácia lépések tévén megindult Szaúd-Arábia és Irán közötti közeledés, egyébként a Vlagyimir Putyin, amikor fogadta a korona herceg, el is mondta, hogy Oroszország számára ez egy nagyon nagy diplomáciai örömet jelent, hogy a két ország révén egy közeledés megindult, mert Oroszország, így mondta Vlagyimir Putyin, ennek révén nagyon reméli, hogy a jövőben Oroszországnak Szaúd-Arábiával is javulni fog a kapcsolata, ami egyébként most nagyon minimális. Tehát a két ország közötti külkereskedelmi forgalom minimális, de ha kész lesz az észak-déli közlekedési folyosó teljes egészében, és Szaúd-Arábia és Irán között közeledés lett, és Bandar Abbasban már ott lesznek az orosz konténerek, hát akkor semmi gond a téren, hogy akkor a Persz-arab öbölben gyakorlatilag átszállítják, és Szaúd-Arábiába behajóznak. Lát-e egyébként még azért óvatosságot itt Szaúd-Arábia részéről? És most arra gondolok, hogy október 7-én kitört Izrael és Hamász között ez a háború, amire ön is utalt már, és elég egyértelmű nyilatkozatok is születtek egyébként, hogy ki emellett, ki amellett a fél mellett foglalt állást, viszont Szaúd-Arábia részéről azért egy nagyon ilyen óvatos állásfoglalásokat lehetett eddig hallani. Nem tudom, hogy ön is így látja-e, én eddig így tapasztaltam, tehát hogy mintha ebbe azért még lenne egy ilyen óvatosság, hogy azért teljes egészében nem akarnak a nyugati szövetségesektől elfordulni. Igen, én is pontosan így látom, Rita, én is pontosan így látom, hogy ez egy nagyon-nagyon óvatos hozzáállás, de hát éppen a külpolitikai diverzifikációnak ez az egyik legfontosabb eleme az, hogy balanszírozunk a különböző hatalmak gyakorlatilag között, nem kell egyértelműen állást foglalni, és természetesen nagyon nagy kérés, vagy kérdés az, hogyha bármilyen hát békefolyamatok megindulnak, akkor Szaúd-Arábiának ebben milyen szerepe lesz, de én úgy gondolom, hogy pont azáltal, mert Szaúd-Arábia regionális hatalommá akar válni egyértelműen, ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés, itt, hogyha bármilyen békefolyamat megindul, abban biztos, hogy Szaúd-Arábia szerepet fog játszani. Vagy a téren például, hogy felajánlja, hogy közvetít, vagy ami Szaúd-Arábia számára egyébként idáig is megvolt, nevezetesen, hogy különböző például segélyalapokat, vagy különböző finanszírozási alapokat hoz létre, annak révén, hogy például a gázai övezetben lévő lakosságot azt támogatni tudják.
Akkor menjünk is tovább, és ahogy ígértem, egy picit Iránról beszéljünk, ugyanis Iránnal kapcsolatban is vannak hírek. Ugye Vlagyimir Putyin december 7-én Moszkvában fogadta az iráni iszlám köztársaság miniszterelnökét. A két ország közötti gazdasági kapcsolatokról szeretném először kérdezni, miért ennyire fontos akár ez a terület, akár Irán Oroszország számára. Nyilván itt már az eddig elhangzottakból egy picit sejthető valami, de azért örülnék, ha kifejteni még részletesebben. Hát pontosan az észak-déli közlekedési folyosó az, ami Oroszország számára kiemelten fontos, erről beszélgettünk az előbb, és az észak-déli közlekedési folyosónak egyértelműen Irán a kulcsállama. Azáltal, hogy Kaszpi-tengeri partvonala is van, és azáltal, hogy a Perzsa-Rabobor felős partvonala van. Oroszország számára ez kiemelten fontos, hiszen Oroszországnak ugye azt mondjuk, hogy ez egy szárazföldár körülvett állam, vagy azt szoktuk mondani, ugye Alexej Dugin alapján, de az anakonda gyűrűjével körülvett állam, ahol mindig is megakadályozták a tengeri kijáratot kaphasson. Most először tengeri kijáratot kaphat Oroszország az öböl felé, ami nagyon-nagyon fontos. Ez gyakorlatilag az Emirátusokkal, a Szaúd-Arábiával, vagy tágabb értelemben az egész Közel-Kelettel egy teljesen új politikát alapozhat meg. Ami nagyon-nagyon fontos az együttműködésben egyébként, az önmagában nem csak a kőolaj és a földgáz kitermelés és export, amiből Iránnak is nagyon-nagyon fontos eleme van, hanem például közös technológiai fejlesztések kezdődtek meg. Közös technológiai fejlesztésekről egyelőre még nem sokat tudunk. Azt tudjuk, hogy egyébként Irán az orosz fegyvereknek az egyik kiemelt gyakorlatilag vásárlója. Azt tudjuk például, hogy iráni drónoknak milyen szerepe volt, és szerepe van az orosz-ukrán háborúban, hiszen Oroszországnak szállítja, de Iránban is nagyon-nagyon jelentős technológiai fejlesztés indult meg. Nagyon fontos terve egyébként Iránnak azt, azáltal, hogy Iránnak ezáltal megnő a fontossága, tehát igazi kulcsállami szerepkör kap, hogy Teherán logisztikai központba szeretnék tenni, ez valószínűleg egyébként ez meg is valósulhat, és az orosz-iráni együttműködésnek szintén egy kiemelt eleme az, hogy megállapodtak az egymás közötti kereskedelmüket, de így megállapodott már egyébként Szaúd-Arábiával és az Emirátusokkal is Oroszország, hogy nem dollárban fogják lebonyolítani, ugye ez a dollár világuralma és a hegemon szerepét ellen, ez egy nagyon-nagyon fontos és egy következő lépés, tehát hogy saját valutába bonyolítják le a kereskedelmet, és szintén egy nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy a legnagyobb Kaszpi-tengeri kikötő, az Asztrahányi kikötő, az már többségi tulajdonban a legnagyobb iráni logisztikai cégnek a tulajdonában van. Az Asztrahányi kikötőt is teljes egészében újjáépítik, mert hogy ezáltal Irán és az iráni haditengerészet egy teljesen új szerepkör kaphat, hiszen a Kaszpi-tengeren kiköthetnek Asztrahányban az iráni hadihajók, és hát most újjáépítik, illetve egy paralel szárnyat képítenek a Volga és a Don csatornát, aminek egészen döbbenetes jelentősége lesz, hiszen ha kész az új Volga-Don csatorna, vagyis át tudnak menni Asztrahányból a csatornán az iráni hadihajók, hiszen a jelenlegi csatornán, még a Szovjetunió Sztálin idejében építettek ki, annyira szűk a kapacitás, hogy már nem tudnak átmenni, tehát nem bírja el már egyszerűen a forgalmat, de ezáltal, hogy ezt most kiépítik a paralel vonalat, az iráni hadihajók, ez egy teljesen döbbenetes eredmény lehet, akár a Fekete-tengeren is megjelenhetnek, ami hát megint a Fekete-tengernek ugye azt a nagyon-nagyon kényes geopolitikai egyensúlyát, ezt még inkább felboríthatja. Nyilvánvalóan vannak különböző korlátai, tehát vannak tengerjogi korlátai, minden más, de az elvi lehetőség akkor is itt van, tehát soha korábban Oroszország és Irán együttműködése nem volt annyira erős, mint most. Ebbe természetesen szerepet játszik az is, hogy bár Barack Obama az ugye eltörölte az Iránnal szembeni embargót, és amikor ugye Barack Obama tartotta a sajtótájékoztatót, és mondta, hogy aláírtuk az együttműködést, és Iránnal szemben megszüntetjük ezeket a korlátozásokat, akkor nagyon sok újságíró mondta is Barack Obamának, hogy hát ez teljes képtelenség, hát maga is tudja, elnök úr, hogy ezt az irániak nem fogják betartani, de Barack Obama ekkor vette egy mély levegőt, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy hát a lehetetlen nem tudjuk megtenni, de legalább meg kell próbálni. Donald Trump is szállítatja Iránnal az embargót, és hát most két olyan ország van, Irán és Oroszország is, amely ellen a nyugat, ezek a pária államok, vagy ezt szokták mondani, a sátán tengely, ez ugye egy nagyon közkedvelt fogalom lett, az Amerikai Egyesült Államokban korábban is megvolt, és ez az a két ország, ami a nyugat totális szankciókat és embargot vezet be, és ez a két országot egyértelműen egy sokkal erősebb szövetség kialakítására ösztönzi.
Arról lehetett tudni nyilván, hogy nyilvánosságra talán ilyeneket nem fognak hozni, de sejteni talán lehet azt, hogy van-e a két ország között az atomenergia vagy az atomtechnológia miatt lévő összekapcsolódás vagy megegyezés, vagy valamilyen partnerség. Ugye az iráni atomprogramról elég sokat szoktunk beszélni, itt az embargók is, meg hogy milyen szankciók alá vetik, részben ugye az Amerika oldaláról ez is egy fontos kérdés, az iráni atomprogram. Lehet-e tudni azt, hogy van együttműködés, vagy lesz? Hát abból következtetem én, hogy a rosszatom, ugye, ami nem csak nálunk építi a paksi erőműnek a második blokját, hanem világszinten hatalmas nagy fejlesztéseket eszközöl, a rosszatom az nagyon-nagyon komoly együttműködéseket kezdett meg Iránnal. Tehát ebből feltételezhető egyébként, de például a rosszatomnak a vezetője az a delegációban szerepelt, amikor Vlagyimir Putyin az Egyesült Arab Emírségekbe látogatott. Hogy Oroszország és Irán között igazából milyen megegyezések születtek december 7-én, erről szinte semmit nem közöltek. Tehát egy nagyon-nagyon szűk szavú volt túl azon a diplomácián, hogy mennyire üdvözlik egymás. Az iráni elnök azt kifejtette azt, hogy mennyire felháborító, ugye, hogy a Gázában élő palesztinok, ezek gyakorlatilag ez teljes döbbenet, elmondta azt, hogy hány gyerek hal meg, és hogy ez Irán számára teljesen elfogadhatatlan. De hogy milyen tényleges gazdasági együttműködéseket kötöttek, erről nem volt hír. A hír az csak odáig szólt, hogy egy szűk körű munkavacsora lesz, de hogy még a munkavacsorán kik vesznek részt, tehát hogy például a Rosszatom vezetője ott van-e, még erről sincs információ, fényképet se tettek föl róla, tehát ezt nem tudom megmondani, de hát valószínűleg pont azért, mert semmit nem hoztak nyilvánosságra, és elment, ennek nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly jelentősége van. De jól tudom, egyébként az oroszok más közel-keleti országokban is építenek atomerőműveket, talán pont Igen. Törökországban Igen. építenek egy igen nagy atomerőművet, ami nyilván nem atombomba készítésére lesz felhasználva, hanem ilyen békés célú Pontosan. atomenergia. Békés célú nukleáris erőművek mindenfajtaképpen, és hát még egy nagyon fontos elemet most jut eszembe, elnézést, azt még ugye nem mondtunk el. Hát itt az Egyesült Arab Emirátusoknak kiemelt szerepe van a tekintetben is, hogy a Dubai port, ez eredetileg ez a Dubaj melletti Jebel Ali kikötőnek volt az építője és az üzemeltető cége. Ez most már a világ szinten a Dubaj port, a világ egyik legnagyobb kikötőépítő, üzemeltető és logisztikai cége. Ennek a cégnek például nagyon komoly együttműködése van a Rosszatommal, hiszen ugye az északi-tengeri hajózási útvonal megvalósításához, ugye a Rosszatom építi ezeket a nukleáris jégtörő hajókat, ami megy elől, és mögötte jön ugye tényleges LNG szállítóhajó, vagy a konténer szállítóhajó, és egyébként a DP World-del létrehoztak egy olyan vegyes vállalatot, melynek ez a feladata, hogy ezt a teljes logisztikai szolgáltatást bonyolítja le. Tehát valószínűleg igen, de hát ugye mindez hatalmas összegeket igényel. Ugye beszéltünk már arról korábban, hogy kész az oroszoknak a Vadenatúj-Szabetta kikötője az Ob folyó torkolatánál a Jamal félszigeten, de mind a Jenyiszej, mind a Léna folyó torkolatában meglévő kisebb kikötőket, így például a Dugyinka kikötőt, vagy a Csiksi kikötőt is újjá fogják építeni, és ebben is egyébként a Dubaj portnak van egy fontos szerepe. Visszatérve akkor még egy picit Iránra. Beszéltünk itt már arról, hogy Szaúd-Arábiának az esetleges Oroszországhoz való közeledése milyen fájdalmakat okozhat az Amerikai Egyesült Államoknak. Hát akkor mondhatnánk azt, hogy akkor Iránról ne is beszéljünk, mert ugye Iránnal kapcsolatban nagyon régóta az a politika, hogy el kell szigetelni, főleg ugye itt az iráni forradalom után nagyon komoly szankciók alatt volt az ország, az iráni atomprogramról már beszéltünk, és most azt látjuk, hogy Oroszország, mint az a régiónak, meg hát egyébként is a világon is mondhatjuk, hogy egy nagy hatalma köt szövetségeket ezzel az országgal. Mit jelent ez a nyugatról nézve? Hát a nyugatról nézve pontosan azt jelenti, hogy a többpólusú világ kialakulása az teljes egészében reálissá válik, hiszen Zbigniew Brzezinski a Nagy Saktába című könyvében azt mondta, hogy a legveszélyesebb forgatókönyv az lenne a nyugat számára, ha létrejönne egy Oroszországból, Kínából és Iránból álló hármas szövetség. Erre mondták azt annak idején, hogy ez Brzezinskinek a rémálma, mondták leegyszerűsítve. Most azt kell, hogy nézzük, hogy ez a rémálom, ez teljes egészében valóra válik, hiszen most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy van a nyugat és a nem nyugat, vagy mondjuk másképpen leegyszerűsítve a globális délnek, ami hát nem igazán dél, de ez egy diplomáciai kifejezés,
Tehát a nyugaton kívüli világ, és hogyha az a kérdés, hogy ez a többpólusú világ hogyan alakul, ez pontosan a többpólusú világ ezért alakul, hiszen az Amerikai Egyesült Államok, ahogy Victoria Nuland, amikor letette ugye legutoljára az esőt, hiszen Victoria Nuland ugye kiemel személy az amerikai külügyminisztériumba, Victoria Nuland mondta azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok megkezdi és fölveszi a harcot Oroszországgal, Kínával és Iránnal szemben. Mindamellett, hogy beszélünk most arról, hogy ezek a szankciók milyen hatással vannak egyébként akár Oroszországra, akár Iránra, próbálnak ugye diverzifikálni, próbálnak akkor egymás között ilyenkor kereskedni, vagy szövetségeket, megállapodásokat kötni. Hát pont most látom, hogy két napos hír, hogy az Európai Unió újabb szankciók bevezetését mellett döntött Irán ellen, azon az alapon, hogy pilóta nélküli légi járműveket bocsájtott Oroszország rendelkezésére az ukrajnai háborúban. Ugye eddig erre nem voltak konkrét bizonyítékok, azért nem tudták ezeket a szankciókat életbe léptetni, de most úgy tűnik, hogy megvannak ezek a bizonyítékok, és 6 olyan személyre és 5 szervezetre, akik részt vettek olyan drónok fejlesztésében és gyártásában, amelyeket Irán Oroszország rendelkezésére bocsájtott, szankciók lépnek életbe. Az lenne a kérdésem itt, és majd lehet, hogy egy egész műsort szánhatunk jövőre a szankcióknak, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy mi értelme ezeknek. Ezt a kérdést egyébként elég sokan fölteszik most az ukrajnai háború miatt az orosz szankciók mentén. Ön hogyan látja, hogy a nyugat még mindig ebben gondolkodik, hogy mi megbüntetünk valakit, ha nem tetszik az a lépés, amit ő tesz, és ez mennyire hatékony? Hát pontosan így van, erről több műsort is lehet ennek szállni, hogy miért nem működnek ezek. És a nyugat egyébként teljes egészében így gondolja most, ahogy az előbb Rita mondta, tehát amit a nyugat mond, ugye a nyugat által vezetett világ, a nyugati világkép, a nyugati értékrend, ezeket tekinti elfogadottnak, vagy legalábbis úgy gondolja az egész világra nézve. Hát ugye Henry Kissinger a Világrend című könyvében pontosan azt mondja, hogy mi a világrend. Az a világrend, hogy valamilyen vezető csoport az általa képviselt értékeket az egész világra nézve érvényesnek hiszi. Mikor bomlik meg ez a világrend? Hogyha ez a legitimáció megkérdőjeleződik, ha újabb és újabb kihívók jelennek meg, és a kihívók azok most bizony nagyon-nagyon megjelentek, a kihívók, akik azt mondják, hogy ezt Vladimir Putyin egyébként korábban is elmondta, az Amerikai Egyesült Államok nem különleges ország, és egyáltalán nem kell, hogy minden úgy történjen, hogy ezt az Amerikai Egyesült Államok diktálja. És visszatérve Iránra vonatkozó kérdésére, hát ezt egyébként Irán korábban is mondta, hogy egész egyszer nem érti, hogy mi a probléma, mondták az iráni vezetők, hogy ők drónokat adnak el Oroszországnak, amikor az Amerikai Egyesült Államok pedig különböző fegyvereket ad el Ukrajnának. Hogy az Amerikai Egyesült Államok eladhat fegyvereket Ukrajnának, akkor Irán ezt miért nem teheti meg? Tehát ez messze nem annyira egyszerű a kérdés, mert ugye itt most megint az a kérdés, hogy az Amerikai Egyesült Államok legitimációs szerepe milyen, mit tehet meg az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikai rendszerben, és mit nem, és mi az, amiről az Amerikai Egyesült Államok és a Nyugat úgy gondolja, hogy a többi ország számára az egyáltalán nem megengedett. Ez az egyik legnagyobb kérdés most. Megbomlik ez a legitimáció, és ennek révén kialakul egy olyan kép, ahol már a Nyugat is tudja azt egyébként, hogy a többpólusú világ valamilyen szinten kialakul, de hát nem véletlen, ugye erről is beszélgettünk, hogy a nyugatnak most az egyik fő gazdasági szabad úgynevezett kockázatmentesítés, tehát hogyan lehet a vállalati értéktermelési láncolatokat lerövidíteni. Vagy ahogy például az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy csak is kizárólag megbízható országokba lehet kivinni a friendshoring, de hát a legújabb hírek között az is szerepelt, hogy gyakorlatilag Biden elnök létrehozott újabb és újabb tanácsot, ami azt fogja megvizsgálni, hogy hova viszik ki az amerikai vállalatok a működő tőkét, szinte mintha ezt már engedélyezni kellene, hogy csak is kizárólag megbízható, vagy másképpen baráti országokba menjen ki. Ez a dolog egyik része, és vele szembe áll a nyugaton kívüli világ, mert ugye az a kérdés, hogy ők mibe értenek egyet, hát egy valamibe egyet értenek gazdasági szinten, az a dollármentesítés gyakorlata, hogyan lehet elérni azt, hogy a dollár hegemon szerepe ellen küzdjenek. Hát nem véletlenül a például a BRICS országok ezért hozták létre a saját fejlesztési bankjukat. A BRICS országnak most egy nagyon nagy kérdése, hogy lehet-e létrehozni egy új, teljesen BRICS szinten működő elszámolási rendszert, hogy egyre inkább meg tudják kezdeni ezt a függetlenedést a nyugati pénzügyi elszámolási rendszerektől. Ez egy nagyon nagy kérdés éppen ezért. És ugye a nyugat egyfelől úgy gondolja, hogy a szankcióknak így kell működni,
Más kérdés az, hogy a nyugaton kívül világ ezzel gyakorlatilag semmilyen szinten nem ért egyet, és megkérdőjelezi az Amerikai Egyesült Államok erkölcsi felsőrendűségét a tekintetben, hogy megmondhatja még az Amerikai Egyesült Államok, hogy a világnak, tegyük fel adott gazdasági vagy politikai kérdéseknek milyen irányba kell menni. Akkor az utolsó témánk, Vladimir Putyin december 7-én részt vett a Russia Calling nemzetközi Igen. befektetési fórumon, erről is egy beszéljünk egy picit, mert ezek a hírek pont, hogy nem nagyon ütik már át a mainstream fősodratú médiának az inger küszöbét, talán azt sem tudjuk, hogy mi ez a Russia Calling, úgyhogy talán kezdjük itt. Ez egy olyan befektetési fórum, amit nem elsődlegesen nemzetközi befektetőknek rendeznek. 2009-ben kezdték ezt meg, és 2009-től évente megrendezik, általában a VTB Holding. A VTB Holding, ez a Sberbank után, ez a legnagyobb orosz bank csoport gyakorlatilag, ezt rendezi. A VTB-nek egyébként ez is a feladata, hogy például Oroszország nemzetközi terjeszkedéséhez, a vállalatok nemzetközi terjeszkedéséhez megfelelő pénzügyi hátteret tudjanak nyújtani. Ennek az elnök vezérigazgatója vezeti általában ezt a fórumot, most is ő vezette, és a plenáris ülésen maga Vladimir Putyin tartotta egyébként az előadást, miután megvolt, azután fogadta majd az iráni elnököt, ezt egyébként el is mondta, és Vladimir Putyin egyébként ebben a beszédében pontosan ezzel kezdte, amiről az előbb beszélgettünk, hogy Oroszország jelenlegi gazdasági helyzete egy nagyon-nagyon szimbolikus példa arra, hogy miért nem működnek a nyugati embargók, hogy az, amit a nyugat Oroszország gazdaságáról hisz, az mennyire nem valós. Elmondta azt, hogy kb. 3%-os jelenleg az orosz gazdasági növekedés, ami azt kell, hogy mondjuk körülbelül elfogadható. Korábban mondta már, hogy 5%-os, és én már akkor is mondtam, hogy ez valószínűleg nagyon sok, de 3%-os gazdasági növekedés. Elmondta, hogy milyen nagy pozitív fordulatok történtek az orosz gazdaságban, nem csak, hogy milyen infrastruktúra fejlesztések kezdődtek meg, hanem pontosan a dolognak a lényege az volt a legfontosabb, hogy milyen új logisztikai útvonalakat tud találni Oroszország, és a nyugaton kívüli világban hogyan, milyen módon tudja pozícionálni újra magát. Nagyon érdekes, hogy a hívószava is ennek a Russian Calling fórumnak az volt, hogy deglobalizáció, ez volt a lényege, avagy az önálló nemzetgazdaságoknak a szövetsége. Ezzel is utaltak arra, hogy el kell felejteni már ezt a globális világpiaci mindenható hegemon szerepkört, és sokkal inkább a világ, hát földrajzilag úgy szoktuk mondani, hogy meg a régiókra oszlik, tehát geopolitikai értelemben különböző gazdasági érdekszférákra. Vladimir Putyin is a beszédében egyébként ezt mondta el, hogy a nyugat mennyire élt vissza a hegemon szerepkörével, azt mondta, mennyire akadályozta azt meg, hogy az különböző országoknak saját gazdasági stratégiája legyen, és ennek révén ezt az új világrendet, ezt hogyan, milyen formában tudjuk elképzelni. Utána egyébként lehetett kérdéseket is feltenni, hát azért Oroszlánnak be el kell, hogy mondjam, nyilván egyeztetve voltak előre a kérdések, azért ez teljesen egyértelmű, például több kínai vállalatvezető kérdezett, ahol meg is erősítette Vladimir Putyin azt, hogy Oroszország és Kína együttműködése az. Bárki bármit mond, mondta ő, a nyugaton hiába mondják azt, hogy ez két különböző ország, ez a gazdasági együttműködés az nagyon-nagyon komoly és töretlen. De számomra nagyon érdekes volt, hogy az egyik legutolsó kérdés az volt, amikor már mondta a VTB Bank Holdingnak a vezető, most már csak egy kérdés lehet, akkor az egyik, hát most lehet, hogy kínai volt, lehet, hogy indiai, de maga a kérdés nagyon érdekes volt, azt kérdezte tőle, hogy elnök úr, itt most végignéz azon, hogy kik ülnek a terembe, láthatja azt, hogy nyugati országokból nem érkezett senki. Azt kérdezte tőle, hogy hogyan képzeli el, 10 vagy 15 év múlva a nyugati országokból fognak itt ülni üzletemberek, vállalatvezetők? És Vladimir Putyin, hát ugye azért már nagyon-nagyon régóta tanulja ezt a szakmát, azért ezt tegyük hozzá, azt mondta, hogy ő nagyon reméli, hogy 10 vagy 15 év múlva meg fog változni a helyzet. Szóval az üzletemberek nagyon jól föl tudják mérni a tényleges gazdasági érdekeket, mondta Vladimir Putyin, csak akik a politikai vezetők, akik a parancsot adják ezeknek az üzletembereknek, azok csak a politikai szempontokat látják, és Vladimir Putyin egyébként azzal várja, az az utolsó mondata, hogy nagyon reméli, hogy 10-15 év múlva kialakul majd egy olyan világ, ahol a gazdasági szempontok visszakapják a fontosságukat a politikai szempontok mellett, vagy inkább helyett. Akkor nagyon diplomatikus volt. Ez így van. Ez így van, már régóta tanulja, most már nagyon-nagyon diplomatikus. Egyébként nem mindig diplomatikus, azt azért hozzá kell tenni. Amikor Putyinról beszélgetünk, akkor is mondtam, hogy időnként nagyon mérges, és ha nagyon mérges, akkor
Hát például nagyon nehéz megérteni oroszul, hogy mit mond, mert már olyan szavakat használ, ami hát ugye beszélgettünk a korábbi Leningrád életéről, ami ez a leningrádi szlenghez kapcsolódik. Ha például az Orosz Gyáriparosok Szövetségének az ülésen tartja az előadást, és hát elnézést, hogy így mondom, hogy de nagyon ki akarja osztani az orosz gyáriparosokat. Pedig mindig elmondja, hogy aki igazi orosz, az itt fekte be Oroszországba, és nem viszi ki a tőkéjét, nem alkot az úrom az ingatlant, meg a gyerekeit nem külföldi egyetemekkel járatja, tehát gyakorlatilag hát a katonai nyelven szólva az eligazítás megtartó, mégiscsak érezzék az orosz gyáriparosok, hogy ki a fene, akkor bizony igencsak használ olyan szavakat, ami hát nem azt mondom, hogy súrolja a diplomácia határát, az már végképp nem a diplomácia, de hát lehet, hogy úgy gondolja, hogy ide ez a stílusa megfelelő. De itt most nagyon diplomatikus volt maximálisan. Nagyon szépen köszönöm Bernek Ágnesnek, hogy az idei utolsó új világrend adását fel tudtuk venni, akár ilyen rendhagyó körülmények között is, és az egész éves rendelkezésére állását, együttműködését nagyon köszönöm. Nagy sikert arattak egyébként a hallgatók között ezek a műsorok, úgyhogy én bízom a jövőben is az együttműködésben. Kedves Rita, én köszönöm még egyszer, és szeretném elmondani, hogy én is nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapok a nézőktől és a hallgatóktól. El szeretném mondani, hogy én köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak, hogy nagyon sokszor megszólítanak úgy az utcán, vagy járművön, vagy bármi olyan helyen, hogy nézik a műsort. Nekem ez nagyon-nagyon pozitív visszajelzés, és én ilyenkor mindig úgy gondolom, hogy igenis ez nagyon-nagyon fontos, és megköszönik a nézők és a hallgatók, úgyhogy én is nagyon szépen meg szeretném köszönni ezt az egész éves munkát, ez számomra volt élmény egyébként. Én nagyon-nagyon örülök, hogy így beszélgetünk, és nagyon remélem, mert nézők és a hallgatókat ez érdekli, és ez egy nagyon jó hír, én gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek kicsit árnyaltabban akarják nézni a világgazdaságot és a világpolitikát, úgyhogy nagyon remélem, Rita, hogy ezt a jó szokásunkat és közös beszélgetésünket ezt a következő évben is folytatni fogjuk.